Szántai Levente magyar válogatott kerettek kapus is volt, jelenleg pedig az MB2-es Szeged Csanád Grosics Akadémia sportpszichológusa. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a meghívást, szervusz. Mondtad, hogy leendő sportpszichológus, inkább ezt mondjam. El tudnád mondani, hogy pontosan miért kérted ezt? Tehát még nem végeztél ezek szerint, most írod a szakdolgozatodat. Így van, így van. Április 20-a leadási határidő, úgyhogy addig teljes gőzzel a szakdolgozaton dolgozok, és akkor onnantól kezdve lesz egy védés, és ha ez megvan, akkor július magasságában már sport szakpszichológusnak mondhatom magam. De a mindennapjaidat Szegeden már sportpszichológusként töltöd a csapatnál? Alapvetően igen, ugye 3 évvel ezelőtt fejeztem be az aktív pályafutásomat, és akkor a vezetők jó voltából egyből már pszichológus szerepkörbe tudtam kezdeni, úgyhogy az akadémián igen, alapvetően sportpszichológusként tekintelek már rám. Mondom ezt, hogy sportpszichológus lettél, az is van, annak is van köze ehhez, hogy amikor labdarúgó voltál, érezted, hogy jó lenne, hogyha melletted is lenne egy sportpszichológus. Ha visszagondolsz erre, akkor a korábbi énednek, a mostani éned milyen tanácsokat adna, vagy hogyan segítene? Hát ez jó kérdés, mert hogyha most a 10 éves önmagamat nézem mondjuk, akkor a 10 éves önmagam rendkívül motivált volt, kijelentette egy ilyen tévé interjú kapcsán, hogy az Újpest első számú kapusa szeretnék lenni, ugye? És ez a része abszolút működött. Tehát, hogyha most tanácsot adnék, akkor inkább későbbi önmagamnak adnék egy olyan tanácsot, hogy a 10 éves önmagamat nézze meg, és azt a motivációt, azt a belső motivációt használja tovább a nehéz időszakok során. Milyen nehéz időszakok voltak, amikor mondjuk egy sportpszichológus jól jött volna annál csapatnál, ahol voltál? Mert azt gondolom, régen szó nem volt arról, hogy sportpszichológus legyen egy csapatnál. Így van, így van. Amire most így visszaemlékszem, amikor Újpestről még nagyon ifjú titánként 18 évesen átkerültem az MTK-hoz, akkor alapvetően az nem az én döntésem volt, hanem a vezetőség döntése, és lényegében azt jelezték felém, hogy vagy megyek, vagy pedig a második csapatban akkor védhetek tovább az első csapat helyett. Tehát amikor én oda kerültem például az MTK-hoz 18 évesen, akkor ott jól jött volna egy sportpszichológus, aki segít az átállásban, segít a csapatba való beilleszkedésben. Ez mondjuk egy ilyen sztori. Ugye van ilyen felelősségérzetet fejlesztő tréningprogramod, ezzel is segíted a fiatal labdarúgókat. Erről tudnál-e mondani valamit, hogy ez pontosan mit jelent, és nem tudom, hogy ez miben segíti őket? Alapvetően a felelősségérzet fejlesztését célzó tréningprogramot még egyetemista éveim során fejlesztettem ki, ami egyébként nem volt olyan rég, hozzáteszem, és nekem akkor ez egy díjnyertes program is volt, én azt elkezdtem használni az utánpótlásban, ugye nálunk az akadémián is. Azt tudni érdemes erről a programról, hogy ez egy 30 alkalmon át tartó, tehát egy egész éven, egy egész szezonon keresztül vívő folyamat, aminek az első 10 alkalom az egyéni szintű felelősségérzet fejlesztésére irányul, a második 10 alkalom a csapatszintű felelősségérzet, és a harmadik 10 alkalom pedig, amit én rendkívül fontosnak tartok, főleg a mai modern labdarúgásban, a klubszintű felelősségérzet fejlesztésére vonatkozik. És aki ezt elvégzi, mondjuk egy labdarúgó, az mit kap, hogyha elvégzi, és mit nem kap az, aki nem végzi el? Tehát mondjuk, hogyha lenne egy kontrollcsoport, mi a különbség? Hát igazából volt is kontrollcsoport, ebből publikáció is született, kísérleti körülmények között is vizsgáltuk ennek a hatását, és ott az jött ki egy U14-es korosztálynál, hogy az a csapat, ahol ezt egész évben ezt a tréningprogramot futtattam, a másik kontrollcsoport, ugye U14-es korosztályhoz képest, egy másik csapathoz képest, szignifikánsan fejlődött egyéni szintű, meg klubszintű felelősségérzet tekintetében. Tehát mérhető adatok mutatják, hogy hatékony ez a tréningprogram. Ugye a weboldalon vannak visszajelzések, ahol labdarúgók írnak pár véleményt arról, hogy mennyire, milyen volt veled dolgozni. Milyen problémákkal keresnek meg téged a labdarúgók? Mindig van probléma, vagy van olyan, aki csak fejleszteni szeretné a egyébként egészséges önmagát? Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, hogy mindig van-e probléma, vagy fejleszteni szeretné magát, hiszen én azt vallom, hogy lehet ez furán hangzik, de vagy mindnyájan valamilyen problémával küzdünk, vagy mindnyájan akkor fejlesztést szeretnénk. Tehát én abban hiszek, hogyha van egy probléma, azt fejlesztve, azt
az adott környezetben, az adott kontextusban jó feltárva, és ennek megfelelően egy ilyen alakítási folyamat kapcsán a sportoló már jobban érzi magát, az értelemszerűen a pályán a teljesítményében is megjelenik, és akkor viszont már fejlődési folyamatról beszéltünk. Olvastam, hogy volt olyan labdarúgó, aki azt mondta, hogy izgul meccs előtt. Például vele mennyi időt kellett foglalkozni, és hogyan sikerült ezt leküzdeni? Változó, hiszen izguló sportolók között is vannak különbségek, másfajta izgalom is jelenhet meg a sportolóknál, tehát ennek megfelelően érdemes ugye az adott technikát kiválasztani, és nincs egy ugyanan eset, tehát arra én most nem tudok neked választ adni, hogy akkor nála pontosan hány alkalom volt elegendő, hiszen a folyamat során látjuk, hogy hogyan alakul a sportolónak az adott teljesítmény szorongása, ugye mérkőzés helyzetben, versenyszituációban, és ennek megfelelően tudjuk folyamatosan korrigálni, amikor úgy látom, illetve ő is úgy látja, hiszen ez egy közös alkotási folyamat, hogy innentől kezdve ez nála oké, működik, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a szerződés teljesült. Boldogan néztél aztán, hogy áll a kapuban ez a játékos? Abszolút, bár nem voltam mérkőzésén, ő viszont visszajelzéseket adott ezzel kapcsolatban, hogy köszöni szépen, ez nála hatékony volt, és alapvetően nála éppen relaxációs technikákkal dolgoztunk. Úgyhogy ez szépen megtette a hatását. 10-ből hány magyar profi futballklubnál van szerinted jelenleg sportpszichológus, és elegendő ez a szám? Uh-huh. Alapvetően inkább az utánpótlásban találhatóak sportpszichológusok, főként az elit akadémiáknál, ahol ezt a keret megengedi, és tudnak szerződtetni sportpszichológusokat. Felnőtt kluboknál, csapatoknál az én tapasztalataim azt mutatják, hogy van olyan sportpszichológus, aki bár ott van a csapatnál, de az aktuális vezetőedző például nem engedi meg, hogy a csapattal foglalkozásokat tartson, csapatszinten, egyéni szinten mondjuk foglalkozhat a sportolókkal. Aztán van olyan példám is, ahol a sportpszichológus a tím, a stáb tagnak maximálisan része, és jelen van a munkába, viszont hogy azért a hiányosságokat is említsem, a Villarrealnál például jelenleg 8 sportpszichológus dolgozik, tehát azért van hová fejlődnünk. Szegeden mennyire van szabad kezed ilyen szempontból, tehát ott foglalkozhatsz egyénileg csapatban is a játékosokkal is, a felnőtt csapat tagjaival is? Uh-huh. Alapvetően az utánpótlásban dolgozom, és nagyon szertágazó munkám, tehát szakmai napokat tartok, workshopokat edzők részére, ha már edzők, akkor egyéni tanácsadási folyamatban jelenleg 5 edző jár hozzám, tehát egyre népszerűbb azt gondolom, a mi szegedi berkeink belül az, hogy sportpszichológushoz járjon egy edző, hiszen ez egy fejlesztési folyamat saját maga számára is. Illetve akár azt nézem, hogy U14-es korosztálytól U19-es korosztályig heti szinten csapatfoglalkozásokat tartok, szülők akadémiáján, tehát ez a klasszikus mindent is. Ugye sokat halljuk, hogy vannak olyan edzők, akik így leüvöltik a tanítvány fejét, és szinte sohasem dicsérnek. Számodra mennyire fontos, hogy ezen a téren legyen változás? Mutatja az is, hogy jelenleg is dolgozok edző kollégákkal. Azt gondolom, hogy a csapat, én ebben hiszek, a csapat az edzőnek a tükre. Tehát, hogy az edző, hogyha a saját személyiség fejlesztésével is foglalkozik, amellett ugye, hogy az MLS folyamatosan kredit szerző összejöveteleket tart, tehát a szakmai tudását tudja fejleszteni, de ha a mentális téren is úgy érzi, és készen áll rá, hogy ő fejlődjön, akkor ennek ugyanúgy van hatása a pályán is, ugye az adott működésmódjára. És ha visszakanyarodhatok arra, hogy leüvölteni a játékos fejét, az a tapasztalatom, hiszen edzés látogatottság, tehát edzéseket is szoktam megfigyelni, tehát az edzéseken már 10 éves korban is lehet látni, hogy egy játékos hibázik. És ha el az oldalról közelítjük meg ezt a szituációt, ha az edző ilyenkor még rákiabál, akkor pont azt írja el, hogy a játékosok egyébként is tudatában van, hogy hibázott, az önbizalma elkezd zuhanni. És innentől kezdve már nem várhatja el tőle azt a teljesítményt, amire a játékos alapvetően kész lenne. Tehát ez egy ördögi kör, ha így nézzük. Nagyon röviden mondhatjuk azt, hogy a dicséret az többet segít, és a szidás pedig nem segít, vagy ez nagyon egyszerű megfogalmazás? Így van, ez eléggé egyszerű megfogalmazás, én azt javaslom ezzel kapcsolatban, meg az az én tapasztalatom is, hogy a kritikának is helye van egy sportoló életében, hogyha abban van őszinte hibajavítás is. Tehát nem csak az edző elmondja, hogy mi volt rossz, hanem ad egy opciót, ha játékos, ha
másképp csinál az adott szituációban, akkor ettől jobb lehet. És ha így nézzük, akkor valahol azért kritikának is jele van, vagy helye van, természetesen dicséretnek is, hiszen az tudja növelni az önbizalmat. És meccs közben kell bekiabálni inkább, vagy jobb, hogyha utána beszélik ezt meg? Ugye halljuk az edzőket, amikor kiabálnak meccs közben, hogy miért rontottad el, miért hagytad ki ezt a helyzetet? Hát alapvetően meccs közben még inkább, hiszen egy versenyhelyzetben van a sportoló, még inkább erős hatással tud lenni az önbizalmára, hogyha az edző jellegű bekiabálásokat... Ami negatíve? Negatív bekiabálásokat tesz meg, így van. Most például a hétvégén voltam egy mérkőzés megfigyelésen, ahol ilyen aktív sportpszichológiai coachingot folytattam, tehát az edző kollégával folyamatosan kommunikáltunk a sportpszichológiai szempontból, mit látok a pályán, és ott, hát igen, tehát lehetett hallani olyan edzői bekiabálásokat, inkább ugye a túloldalról, amik alapvetően csökkenthetik a játékosok önbizalmát. Ugye a pszichológiai hadviselés fontos része a futballnak. Mit szóltál a hírhez, hogy az argentin világbajnok Emiliano Martínez miatt a FIFA szabályváltoztatást tervez? Ugye az időhúzást, a tiszteletlenséget, a kapufa háló érintését is tiltanák a jövőben a 11-esek előtt. Érdekes ez, mert amikor én még aktív labdarúgó kapus voltam, például nem volt VAR. A rendszer. És ha visszaemlékszek, nekem pont ebből van az egyik legszebb emlékem pályafutásom során, amikor egy olyan labdát védtem, ami már azért egy jó 20-30 centivel a gólvonal mögött volt. És utána a gólt? Igen, és utána a játékos társaim poénkodtak is azzal, hogy Levi, hát te gólt is véded. És ez azért egy ilyen nagyon erőteljes pozitív emlék, és hogyha van rendszer lett volna értelmszerűen, ez nem történt volna meg az esemény. És így a Martínez kapcsán pedig azt mondom, hogy alapvetően az ilyen mentális hadviselés, ez a versenysportnak a része. Az, hogy ez milyen keretek között történhet meg, ugye erre most szabályozás is jelenik meg. Viszont azt azért fontos látni, hogy ezzel egyre inkább sterillé tesszük a futballt, és ezáltal talán egy picit veszít abból a csibészségéből is, ami azért hozzátartozik ehhez a sportákhoz. Látsz-e fejlődést a magyar labdarúgó válogatottnál a mentális állapotot tekintve? Ugye 2009-ben például Babos Gábor azt nyilatkozta lehajtott fejjel, miután Ibrahimovicstól kapott egy gólt az utolsó percben, hogy ilyen gólt csak a magyar válogatott kaphat. Hát ez egy túl általánosítás, tehát feltehetően más válogatott is kapott már ilyen gólt, de az tény és való, hogy akkor is voltak egyébként a válogatottban karakterek, elég, ha egy Király Gábort említek, vagy egy Dárdai Pált, vagy egy Gera Zoltánt, akik tudták egyébként a csapatot vinni, viszont ami most látványos, és akkor kanyarodjunk vissza az edzői részre, hogy rossz irányítása alatt azért a csapategység is elég erős. Tehát látszik az, hogy mint ahogy mondtam, a csapat az edzőnek a tükre, hogy a csapat mentalitása megjelenik a pályán, és ugyanúgy vannak karakterek, például Szoboszlai és Hallai, ugyanúgy megvan, viszont valahogy azért az érezhető, hogy csapatként is jól funkcionálnak a srácok. A Szeged most 5. a tabellán. Látod esetleg azt a potenciált a csapatban, hogy idővel a feljutásért küzdjön, és ehhez mondjuk sportpszichológusként hozzá lehet-e tenni? Mint mondtam, alapvetően az utánpótlásban dolgozom. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy felnőtt játékosok nem járnak hozzám, de csapatszinten a felnőttekkel most nem foglalkozom. És viszont, de majd a fiatalok később ott fognak játszani. Így van, ez teljesen jogos, abszolút. És viszont, hogyha ebből a szempontból nézem, alapvetően Szegeden egy tudatos építkezés zajlik, infrastruktúrális szinten is egyébként, hiszen folyamatosan bővül, de ha azt nézem, hogy felnőtt szinten is egyre közelebb van a feljutás, utánpótlás szinten is, már az elit akadémiák kapujában kopogtatunk, szakmai programunkat tekintetében mindenféleképpen, akkor a hosszú távú kitartó munka meghozza gyümölcsét, mondhatnám azt is, az élet X-re játszik. Ugye több helyen játszottál, például a Diósgyőrben, és az MTK-ban, amely feljutás rá most az NB2-ben, szintén szerepeti Újpesten, amely most a kiesés ellen küzd, a Mezőköves pedig hát ott van a középmezőny alján. Uh-huh. Ezt a négy csapatot mennyire figyeled, vagy csak a Szegedé a szíved? Hát azért az erős, hogy csak a Szegedé a szívem, bár 8 éve a klub alkalmazásában állok, és valahogy igaz, hogy megbecsülnek. Ez egy nagyon fontos dolog a mai sportban, azt gondolom.
Viszont a Diósgyőr meg az MTK-nak a sikerét kívánni, az azt gondolom, hogy etikailag nem lenne korrekt, hiszen egy másodosztályú klub alkalmazásában állok én is, tehát egy osztályban szerepelnek. A Mezőkövesnek a szereplése, ezek szerint akkor őket a kiesés veszélye kevésbé fenyegeti, viszont azt azért hozzátenném, ha már onnan indultunk, hogy Újpestként az motivált, hogy az első csapat kapujában álljak, ami egyébként meg is valósult, akkor azért az Újpest egy olyan klub, egy olyan emblematikus klub, olyan múlttal rendelkező klub, ami megérdemli, hogy az első osztályban szerepeljen, úgyhogy nekik azért szorítok. Ugye részben kollégák is vagyunk, mert az NBA.hu-nál a Fejben dől el című rovatba is cikkeket. Mi most a következő témád? Stílszerűen ugye most a kapusok pszichológiájával foglalkozom, legutóbb a Király Gáborról jelent meg egy sportpszichológiai beszélgetés. Most a közeljövőben majd a Balajca Szabolcsról jelenik meg sportpszichológiai beszélgetés, és ez az egész egyébként egy kicsit korábbra nyúlik vissza, hiszen tavaly novemberben az MLS-nél voltam, a B-licenszem kapusok pszichológiája blokkot tartottam, és ott már megfogalmazott az az ötlet, hogy akkor most egy kicsit térjek vissza a kapusok világába ebből a szempontból. Úgyhogy, és akkor ez az ötlet pedig onnan jött, hogy ha belegondolunk, akár a Király Gabi, akár a Balajca Szabi, de a Szűcslőst is említhetném, ők mind-mind olyan emblematikus figurák ugyanúgy az adott klubjukban, vagy akár válogatott szinten, hogy egy hosszú időszakon keresztül nagy nyomás alatt jó teljesítményt tudtok nyújtani. Ennek a titkát keresem mondhatni. És akkor ennek egyébként már egy későbbi foka lehet az, hogy tervezzük Szegeden egy kapus konferenciának a megrendezését a jövőben. Hát kíváncsian várjuk a cikket, hogy mi a kapusok titka, hát ha meg tudod fejteni. Köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon jó munkát kívánok. Én köszönöm a lehetőséget.